Ha már Nagy-Britannia hét, akkor az ötörei teja természetesen nem maradhat el szendvics nélkül, méghozzá uborkás csirkés szendvics, egy kis zöld fűszerkrémmel, illetve chipszel. Hozzá is kezdek. Első mozzanat a csirke. Túl sok időt nem pazarlok rá. Gyorsan beízesítem, és már rakom is be a sütőbe sülni. Kell egy kicsi olaj. Megsózom. Bors. Fűszerpaprika. Egy icipici. Egy kis fokhagyma. Egy kis citromhéj. Néhány cset citromlé. És jöhetnek a csirkecombok, amit jó alaposan beleforgatok. Jöhet egy tepsi. Az alján a sütőpapír. Picit még megsózzom, külön is. A maradék pácot ráöntöm. És mehet a 180 fokos sütőbe, addig sütöm, még a bőr ropogós, a hús pedig puha, omlós és szaftos nem lesz. És akkor hozzákezdek a túrókrémhez. Kevés sajtkrém. Jöhetnek a zöld fűszerek a túrókrémbe. Snidling. Petrezselyem. Kész is a finom rágott petrezselyem, ami megy a túróhoz. És egy kis kapor is. Kovászolni való uborka, csak így belereszelem. Egy kis citromhéj. Pár csepp lé. Bors. Só. És elkeverem. Kész a túrókrém. Átrakom egy kisebb tálba a tálalásig, és mehet a hűtőbe. És akkor jöhet a szendvicsbe az összes többi hozzávalóknak az elkészítése. Paradicsomot vékony karikákra vágok. Tojást 4 percig forraltam sós vízben, majd ugyanebben a vízben 6 percig pihentettem, végül hideg vízben lehűtöttem, és megpucoltam. És akkor jött az uborka, eltávolítom a héját, majd ugyanúgy a hámozóval szép vékony csíkokat vágok belőle. Főrakok egy serpenyőt a tűzre, amiben a szeletelt szalonnát fogom megpirítani. Szépen megpirultak a szalonnák, ki is veszem. Csirke sült egy 30-40 percet, úgyhogy remélhetőleg puha és ropogos. Mindjárt ránézek. Teljes mértékben puha, úgyhogy nincs más dolgom, mint széttrancsírozni és a csontot eltávolítani, ugyanis ezzel fogom majd megtölteni a szendvicset. Úgyni. Átrakom egy kisebb tálba.
tulajdonképpen mindenem összeállt a szendvics elkészítéséhez, úgyhogy jöhet a kenyér. Magvas rozs kenyeret választottam. Úgy gondolom, hogy ez tökéletes ez a szendvicshez. Szép vékony szeleteket vágok. Jöhet a túrókrém, amivel megkenem a kenyereket. Nem kapkodom el, ügyelek rá, hogy a kenyér minden szegletébe kerüljön a túrókrémből. Jöhet a csirkehús. Jöhet a csirkére a szalonna. A másik kenyérre a paradicsom, illetve minden más zöldség, saláta, illetve a sajt is. Főtt tojás. Köszönhetően a speciális tojásfőzési technikámnak gyönyörű szép a sárgája, és nem szürke a széle, ahogy az legtöbb esetben lenni szokott. Jöhet az uborka, valamint egy kis saláta. És akkor nincs más dolog, mint összeállítani a szendvicset. Icipicit le is lehet lapítani, nehogy szétcsusszon. És akkor most jön a trükk. Egy pálcika, még egy pálcika, és egy határozott késmozdulattal félbevágjuk. És akkor jöhetnek a szendvicsek. Hát íme a tökéletes 5 órai tea szendvics, jöhet egy nagy sötét ölgré tea, és az elmaradhatatlan sós chips, amit szépen le lehet rákcsálni a szendvicshez. Hát én azt hiszem, hogy ezzel a szendvicsel én kibőkülnék akár vacsorára is. Remélem, hogy elkészíti mindenki. Jó ételt kívánok hozzá!